A nagybecskereki Mihajlo Pupin műszaki kart 1974-ben alapították meg. Kezdetben pedagógiai műszaki karként működött, amelyen műszaki tanárokat képeztek, majd 5 évvel később bevezették az informatikus szakot is. Sok a gyakorlati munka az egyetemisták között, és azt, amit itt megtanulnak nálunk az egyetemen, gyakorlatban is hasznosítsák. Több szférában dolgozhatnak a mi egyetemistáink, az informatikán keresztül, a menedzsmenten keresztül, a technikai szférában, úgyhogy tényleg elég széles körű a munka, a foglalkoztatásuk, ahol dolgozhatnak. Mihajlo Pupin műszaki kar az alapításától kezdve az Újvidéki Egyetem részeként működik. A Mihajlo Pupin műszaki kar tevékenységét nehezíti, hogy állandóan csökken a lakosság száma. Ezért figyelmet kell fordítani arra, hogy magas színvonalú oktatási programokat kínáljon, ami vonzóvá teszi a hallgatók számára. A Mihajlo Pupin műszaki kar hallgatói, tanárai és szakemberei együttműködnek a helyi önkormányzattal. Részt vesznek különböző projektekben, kutatásokban és tanulmányokban is. Amikor külföldi és hazai befektetőkkel tárgyalunk, hangsúlyozzuk Nagybecskerek teljes körű oktatási rendszerét. A Mihajlo Pupin műszaki kart kulcsfontosságúnak tekintjük a város gazdasági fejlődése szempontjából. A nagybecskereki Mihajlo Pupin műszaki karnak jelenleg mintegy 1300 hallgatója van, akik alap, mester és doktori képzésen tanulnak.